Július közepén kezdte el a felkészülést a kisvárdai kézilabda csapat, amely 9 felkészülési meccset játszott az elmúlt hetekben. Az ellenfelek között voltak magyar első és másodosztályú együttesek, valamint kétszer a romániai Zila ellen is pályára léptek Bakó Botond tanítványai. Ebben az időszakban az edzők szerint nem az eredmény az elsődleges, sokkal inkább az általuk kérteket, valamint a folyamatos fejlődést szeretnék viszont látni a pályán. Ezen a téren vannak hiányérzetek a kisvárdai szakemberben. Egyelőre még nem érzem és nem látom azt, amit szeretnék, és ami majd a bajnokságban kelleni fog. Nyilván hozzátartozik, hogy ezt úgy mondom, hogy azért még az utolsó edzőmérkőzésünk után még van 2 hetünk, illetve volt 2 hetünk a bajnokságig, és még most is van 2,5 hetünk, úgyhogy van még időnk dolgozni, de az is tény, hogy sokat kell javulnunk és lépnünk ahhoz, hogy egy komolyabb szintet, illetve jobb minőséget érjünk el. Most még nem érzem azt az egységet, azt a dinamikát, azt a küzdést és fegyelmezettséget, akár egyénileg, mint taktikai szinten is, amit szeretnék. És az egyéni teljesítmények is még messze vannak a kiemelkedőtől vagy a jótól, úgyhogy ezeken mindenképpen dolgozunk el és fejlődünk. Mivel a bajnoki rajtig már csak bő 1 hét van hátra, a következő napokban lesz dolga a szakmai stábnak. Mint a vezetőedző elmondta, az a céljuk, hogy az első meccsen, ha nem is csúcsformába, de annak közelébe kerüljenek a játékosok. Most egyértelműen azon vagyunk, hogy mentálisan, fizikálisan, taktikailag, stratégiailag, technikailag minden téren, amennyire lehet rendbe rakjuk magunkat ebben a másfél hétben, illetve ebben a 2 hétben, ami elkezdődött a hét tegnapi nappal. Elkezdtük természetesen a videóelemzéseket, a felkészülést az ellenfelünkből, úgyhogy próbáljuk hegyezni magunkat, nem illetve hát rossz mondom, nem próbáljuk, hanem hegyezzük magunkat szó szerint a jövő héti kezdésre. A Kisvárda jövő pénteken Debrecenben kezdi a bajnokságot, hazai környezetben pedig először szeptember 18-án szombaton a Siófok ellen lép pályára Bakó Botond együttese.